A gazdi keresi, de meg lehet őt nyugodtan. A kis csődörre kell figyelnetek. Hogy? Mi az a varázs? Hol? Ott. Nincs varázs neki, hanem megnézed. Hát ön? Jó. Jó, nem baj. Kezdő tulajdonos, de vagy belejön. Az ugye, hogy megizzadt, azért mentek ám itt bőven. Akkor mi a farán az a izé? Ott is varázson. Ott a szám volt, tudod. Szám. Jó, nem baj, ha kérdezel különben. Egyáltalán nem baj. Hát nagyon szép ló, az biztos. Úgy, hát jó van, de inkább a elejéhez nyúj mindig. Jöri, nehogy oda rúgjon egyet félet. Mert aranyosak ők, de még én sem ismerem őket. Úgy így jó, hogyha oda megy, de nem jön most. Tudod, mi van velük most? Azt se tudják, merre vannak arccal, tudod? Utaztak el. Ott mentek 6 napot. 6 napot csak egy ilyen kis részen sétálgattak. Akkor jött ugye árverés, be a ringbe, életben nem voltak, pláne a piciről mondom. Utaztak 2000 kilométert, 1800-at. Jöttek egy új helyre, idegen lovak, egyebek, azt se tudják még mi van itt. De ahhoz képest most már lenyugodott. Gyere, nagyon. Ő neki van a ívással, figyelni kell, de most már tegnap már láttad a... Igen, láttad a videót. Most az ő répa. Tudja. Nem baj, van itt nekünk alma, minden nem, most répa. Nem, megismerjen benneket. De nem biztos, hogy enni a répát. Na gyere ide. Csak kutyákat tudok már, lovakkal. Hát ugyanaz, szeretni kell őket. Ők egy kicsit azért úgy nagyobb állatok, egyértelmű. Ó, most jó sokat, mert meg is izzadt egy kicsit, hál' Istennek. Nem baj az? Nem. Há? Nem. Az jó, hogy letette magát, hogy kiugrált, ami kellett. Józsi, nem simogatja? Hát az egész ló olyan. Ó, az harap. Itt van Egonka. Igen, meg ott meg a kis ördögfajzat. Ez tényleg az egy kis ördög. Tünés! Na. Nagyon szép. Az biztos gyönyörű. Reméljük, jó is lesz. Bízunk benne. Már biztos is. Igen. Az biztos, hogy szép van. Gyere, Kaika. Ugye hangokat hallják, egyik oda megy a másikhoz, nem ismerik egymást. Tehát ők mind külön helyről jöttek. De még a hangjukat se ismerik meg.